A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Tiszteltel köszöntöm Önöket, ez itt a Kezdőkör a Fejérvár Televízió műsorán, amelynek keretében igyekszünk kibeszélni a sportéletben, helyi sportéletben történt fontos történéseket, már ami Székesfehérvárt illeti, de ebből a szempontból ez a mai egy kicsit rendhagyó adás, annál is inkább, hiszen 40. születésnapját ünnepli a Fehérvár Televízió, úgyhogy ebből az alkalomból a Kezdőkör két vendége rutinos örökifjú Rókának számít. Itt van velünk a stúdióban Vakler Lajos. Szép estét kívánok! A Fehérvár Televízió oszlopos tagja, Nagy Zoltán Péter. Szép estét kívánok mindenkinek! Jelenleg a Fehér megyei hillafeol.hu főszerkesztője, de ezer szállal kötődsz a Fehérvár Televízióhoz, mi több, ugye, alapító tag vagy. És egy ifjonti hévvel megáldott újságíró, aki mikor legutóbb itt járt, még a Fejér megyei hírlap munkatársaként ment ki a stúdióból, de ma már úgy jött be, mint a Nemzeti Sport szakújságírója, Beke Zsombor. Köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. És hát ugye megengeditek, nosztalgiázzunk egy picit, Zsomborral igyekszünk csatlakozni majd ezekhez a témákhoz, ami nem csak abból a szempontból érdekes, hogy milyen volt akkoriban a sportélet Fehérváron mondjuk 20, 30 vagy 40 esztendővel ezelőtt. De szerintem abból a szempontból is, sportújságírói szempontból is nagyon érdekes, hogy zajlott akkor egy sportriporter, sportújságíró élete, vagy egy újságíró élete. Ma minden fönn van az interneten, videó, Facebook, fotó, azonnal csőstül minden. De azért néhány évtizeddel ezelőtt még nem így zajlott. Így van, teljesen más volt. Annál is inkább, mert hogy amikor én kezdtem, tehát 1999-et írtunk, tehát az idén 25 esztendeje, akkor még volt egy erős sportriporteri csapat a Fehérvár Televízióban, most is erős, tehát félreértés ne essék, csak más volt az egész, hiszen mi közvetítettük a kosárlabda, a kézilabda, a futballmérkőzéseket, tehát a vidi meccseket, és jószerivel valamennyi eseményen ott kellett, hogy legyünk. Ez azt jelentette, hogy voltunk hatan. Mátai Balázs távozása után lettem sportszerkesztő, és akkor a két Somos Ákos, Somos Zoli, Ferenc Balázs, Májer Oti és még két fiatal is ott volt a csapatban. Úgyhogy nekem ez felejthetetlen élmény. Én magam nem közvetítettem sohasem, viszont hosszú sportműsorok voltak, és nem csak a közvetítések okán, hiszen ott voltunk valamennyi eseményén, és azért tudjuk, hogy szerteágazó a fehérvári sportélet. Úgyhogy ez egy nagyon tanulságos két esztendő volt, amit én ebben a sportvilágban töltöttem, és azt hiszem, hogy egy kicsit visszasírom ám, mert ma sokkal nehezebb közel kerülni olyan értelemben a sportolókhoz, a klubok vezetőihez, mint annak idején. Hiszen akkor tulajdonképpen végigkövettük az edzéstől a mérkőzésig a siker és a győzelem ízét megízlelve velük együtt minden pillanatot. Igen, nagyon érdekes dolgot mondtál, Lajos, hogy ebben nekem már sajnos nem volt részem ebben a fajta közvetlenségben. Tehát most azért nem titok, hogyha egy interjút szeretne készíteni az ember egy klubjátékosával, akkor felhívja a sajtóst. Ez akkoriban ezek szerint más volt. Ez nem így volt. Ez nem így volt, úgyhogy a Lajos, ahogy mondja, ez tökéletes, és én is visszasírom azt az időszakot, megmondom őszintén. Sőt, én még az előtte 15 évvel előtte levő időszakot, az 1984-es időszakot, amikor már a Vidi már lehetett érezni, hogy itt valami lesz, itt valami készül. Egy zseniális mérkőzésen Lajosnak megvannak ezek a dátumok, meg időpontok, mert ő gyűjti a régi mérkőzéseknek is az időpontjait. Én már nem emlékszem, mikor volt pontosan, de mikor a Vidi
6-3-ra győzött az Újpest ellen, úgyhogy az első fél időben már 6-0-ra vezetett. Az egy zseniális mérkőzés volt egyébként, csak a Münch játékvezetőt akarták megölni a meccs végén, és ott gyülekezett az a 20 ezer ember, aki itt volt a mérkőzésen. Maga a mérkőzés tényleg frenetikus volt, de egy picikét a Spori, a játékvezető Spori megpróbált a budapestieknek rájátszani, de akkor még úgy készültek a tudósítások, hogy szerintem a Lajos számára érthető maga a fogalom, hogy gépbe vágva. Tehát, hogy úgy kellett megcsinálni, hogy ahhoz már nem volt idő hozzányúlni, hogy minél előbb kiadhassuk a televízióba, meg talán az operatőr kolléga Megyeri Zoli, ő emlékszik még ezekre a nagy klasszikus dolgokra, hogy gépbe vágott anyagot kellett hozni magyarul. Fölvettük 5 kazettán a mérkőzés végén interjúk az edzőkkel, játékosokkal, de ott nem lehetett hibázni. Az gépbe kellett megcsinálni, mert különben már arra nem volt idő, hogy utómunkával átdolgozzuk az anyagot. Ez egyébként tényleg olyan időszak volt, amikor nem okozott problémát játékosokkal. Én elsősorban futballt vettem, én operatőrként dolgoztam, de megmondom őszintén, hogy a többi sporthoz olyan nagyon nem lövök, ellentétben Zsombor barátunkkal, mert én nekem aztán a kosárlabda nagyon szép, meg izgalmas, de nem nagyon értem a játékszabályokat. A jégkorongot meg követni se tudom, mert az meg annyira gyors, hogy azt se tudom, hogy hol vannak. Igen, tehát én annyit hozzátennék, hogy akkor barátságok alakultak ki. Mondjuk én bizonyos értelemben egyszerű helyzetben voltam egykori videóton futballistaként, tehát a Liszt Peti osztálytársam volt Liszt Lacival, Vadász Imivel, Horváth Gabival, Isten nyugosztalja, remek barátságot ápoltunk, de az öregekkel nem különben, tehát az a Kovács Józsi, Karsai Nagy 2, Nagy 3, Gunárék korosztályával, Fejes Gabi és a többiek, és őket meg lehetett szólítani. Tehát ha nem volt játékos egy vereség után, akkor a régi legenda az megszólalt, és elmondta, hogy miben látta a vereség okát, és így tovább, és így tovább. És ráadásul mondom, hogy annyira bensőséges volt a kapcsolatunk, és ez nem csak a futballra vonatkozik, a kosárlabdára nem különben. Tehát Dávid Kornélt bármikor meg tudtuk állítani, ahogy a Matust, meg a többieket, tehát az első nagy Alba Kompos időszakról beszélek, az edzőkről nem különben. És ugyanez vonatkozott például, én arra vagyok büszke, hogy ott lehettünk Vörös Zsuzsa első sikereinél. Az első Európa-bajnoki, az első világbajnoki címét élőben, és nekünk, mondjuk oké, rendben a nemzeti sport után mi jöttünk azonnal. És ez valamennyi sikersportágra, vagy kevésbé sikeres időszakra vonatkozott. És egyik pillanatról másikra eltűnt, mintha nem is lett volna. Én nem bánom egyébként, hiszen ott van a rengeteg közvetítés, nagyszerű mérkőzéseket láthatunk, külföldön, itthon valamennyit, de az, hogy eltávolodott tőlünk a fehérvári sportélet, az tény. Mármint a médiától. Igen. Zsombi, neked mi az első olyan hokis vagy vidis emléked, ami megvan? Vidinél talán az a Magyar Kupa győzelem. Ott már pont emlékszem, hogy anyukám nem engedett föl a meccse apával, mert hogy hát, ha balhé lesz. De aztán végül ugye a tévéből nyilván izgultam, és ugye össze is jött a siker, és ugye másnap iskola volt, úgyhogy sajnos az ünnepslépésre sem mehettem a Városház térre. De az nekem nagyon megvan, meg ugye a Fehérvár TV régi stúdiója, vagy régi központja, ugye a Jókai utcában volt, a Ciszter Gimi mellett, ahol én jártam. Nekem annyira emlékszem azokra a képekre, hogy én néztem a Bidi magazin, vagy mi volt azt hiszem a neve, amit a Ferenc Balázs csinált. Ahogy mentem ki, jöttem ki az iskába, mindig láttam kint a Balást például beszélgetni, akár sportolóval, vagy kollégával, és nekem ez az a Fehérvár TV-vel, ha itt már történelmi adás van egy kicsit, nekem ez az első emlékem, hogy ott a Balázs ott kint beszélget, vagy dohányzik, vagy interjút csinál, vagy csak kint levegőzik, és akkor a tévéből nyilván ismerős volt, mert minden este csütörtök esténként volt a Vidi magazin. Akkor Balázs is, amikor kollégák voltunk a Hírlapnál, rengeteget mesélt, hogy Öltöző folyosón elkapták Mezei Gyuri bácsit, még abban az időben is lehetett ilyen, ma már nyilván ez tényleg más világ. Mennyiben? Most hogy működik? Mesélj erről egy picit. Tehát mondjuk nemzeti sport szakújságírójaként szeretnéd megszólaltatni Hári Jánost egy meccs után, az küzdelmes dolog? Meccs után nem, mert ugye az Öltöző folyosóra le lehet menni, és akkor ott szólok, hogy Jancsi, akkor egy pár mondatot, és akkor jó eséllyel jön. De mivel azért én a fehérvári hoki szereplőivel igyekeztem olyan jó kapcsolatot kialakítani itt az elmúlt években,
Szerencsére viszonylag gyorsan mennek az interjúk leszervezése, akár meccs után, meccs előtt. Pont most az idei szezontól inkább edzések előtt is ki lehet menni hozzájuk interjút csinálni. Szóval ebbe is azért vannak pozitív változások, de nyilván itt azért ámulva hallgattam, meg hallgatom mindig a sztorikat, hogy ilyen öltözőbe be lehetett menni, öltöző folyosó, ilyen közeli ismerettségek alakulhattak ki a játékosokkal. Nyilván én már nem ebbe a világba nőttem bele újságíróként, de azért az mostani világnak is megvan a szépsége. Igen, ez milyen érdekes, hogy mennyire speciális kapcsolatok tudtak kialakulni játékos és újságíró között. Nyilván erre mai napig is, vagy manapság is van példa, de talán már kevesebb, azt hiszem. Biztos vagyok benne, hogy kevesebb. Én megmondom őszintén, a futballt nagyon szeretem, de a mostani játékosokat én nem is ismerem személyesen, tehát nem is nagyon találkozom velük. Nyilván ezek a kötelező interjúk, amikre engedik a sajtófőnökök megszólalni, azoknál van egy találkozás, aztán viszontlátásra. Nyilván azért van különbség egyesületek között. Úgy látom én, hogy mostanában a Felcsút, a Puskás Akadémia, mintha feltörni látszana, engedi be, beengedi a sajtót. Jóval könnyebb megszólítani a játékosokat. Az egyik kollégám, a Robi, ugye ő már kezd ilyen barátságokat kialakítani. De a többi egyesületnél ezt én egyre kevésbé látom. Hát Tápai Szabinával kaptunk egy egész csarnokot, hogy na, akkor forgassak vele egy jót, hogy legyen róla egy jó kis film, meg legyen róla egy jó kis riport az akkori újságban, 20 évvel ezelőtt. Így van, én is ezt tapasztalom, ugye megragadom az alkalmat, elmondom, hogy karácsonyra kész lesz a Sportkönyv 2, és például, tehát annak idején, és ma már az elképzelhetetlen, tehát a női kézilabdásokat mondom példaként. Sitibe a Siti Eszter, Virincsik, Triscsuk, Kenyeres Fanni, Páncél Anikó, szerepel Tilinger Tamara a kötetben. Ők mindannyian válogatott játékosok most. Teljesen lehetetlen egyik oldalról őket megszólítani, mármint hogy közvetlenül, ha te őt szeretnéd. Más kérdés, hogy nincs is ilyen szintű válogatott játékos most, de ugyanez vonatkozik. Például most volt ugye az első Videoton 40, az UEFA Kupa 40 éves évforduló lesz jövőre, de elkezdődött most már a rendezvénysorozat, és ott volt a 76-os bajnokcsapat jó néhány tagja, tehát a Fejes Gabiék, stb. És az a UEFA csapat, mindenki. Ez a legnagyobb meglepetésemre nagyon-nagyon kevés embert vonzott, hiszen nem szoktak hozzá. Igaz, hogy ez egy buli volt, ez egy ünnep. De akkor is, tehát, hogy személyesen találkozni, a teljes csapat ott volt, a Díszpeti kivételével, aki edzőként dolgozott, aztán később érkezett, de azt mondom, hogy ez egy csoda. És ma nem tudom elmondani a Videoton összeállítását. Kosárlabda más, mert a kosárlabda mindig olyan volt, tehát nyilvánvaló, hogy a három amerikaira nagy szükség van, és a magyar válogatott sztárok, ha jó eredményt akar az albakomp elérni, akkor ilyen értelemben megszólíthatóak, de szerintem ez soha nem fog visszatérni. Igen, ez már ilyen kevésbé, tehát ez egyértelmű, ez egyértelmű a világosan. Hát olyan sokszor szóba került már a Vidi, hogy akkor kanyarodjunk rá első aktuális témánkra. A Fehérvár FC szereplésére Felcsúton játszották a vármegyei rangadót, sima 3-0 lett a vége, a Puskás Akadémia legyőzte Pető Tamás együttesét, Dala Martinnak meg szakadt a két mérkőzéses sorozat, hogy a saját nevelésű kapus, aki az MTK ellen lehozta gól, kapott gól nélkül a meccset, majd a Monori kupa továbbjutás alkalmával szintén nem kapott gólt, hát aztán most már 3-at is. Ugye felfrissült a csapat, sok a fiatal, az én megítélésem szerint egy nagyon motivált edző, magyar edző, feltörekvő edző, a vezető edző a Vidinél. Kérdés, hogy mire lesz ez elég? Egyáltalán kell-e ilyen pressziót raknunk a csapatra, hogy mire lesz ez elég? Ott most a Vidinél, a Fejérvár FC-nél én úgy láttam, hogy csapat épül. Tehát ez napnál világosabb, hogy a Pető azt szeretné, hogy legyen egy csapat, egy új csapat. És én szerintem ez nagyon jó dolog. Csak hagyják őt kifutni, tehát hagyják, hogy fölépíthesse a csapatot, mert ezekkel a fiatal srácokkal meg fogja tudni csinálni.
Csak türelemmel kell lenni. Én úgy látom egyébként, hogy RBD-sek még elég türelmesek, tehát ők szerintem ezt egy darabig meg fogják érteni. De a szakvezetésnek, meg a tulajdonosoknak, stb. Ezeknek hagyni kell, hogy fölépíthesse a csapatot, mert én szerintem ez egy nagyon klassz kis csapat lesz. A Puskás meggyőződésem, hogy azért győzött 3 góllal, mert csapatabb volt. Csapatabb volt ezen a mérkőzésen, bár a kevesebbet láttam belőle, mert fotósként voltam ott, és ugye operatív, vagy fotósként elbújva a fényképező mögött kicsit kevesebbet lát az ember, de éppen az volt a különbség a két csapat között, hogy a Puskás csapatot produkált. Ezek a srácok, a Fehérvár FC meg épülnek, most kezdenek el épülni. Igen, de jó mi lesz. Fiatalok. Fiatalok és fiatalok. Szerintem megfelelő most az arány a légiósoknak, én sokaltam a légiósokat ez idáig, megfelelő az arány, és szerintem Pető nagyon jó érzékkel nyúlt a fiatalokhoz, ugye a Dalát említetted, de ott van a Pető és a többiek. Hogyne. És ráadásul, bár sírtunk, ríttunk a bajnokság előtt, hogy ki mindenki megy el, és féltettük, hogy nem lesz kapusunk Balázs távozása után, de azért a Dalamartit bizonyított. Arról nem beszélve, hogy én nagyon sajnáltam a Fiolájékat, meg mindenkit, aki távozott. Ennek ellenére azt mondom, hogy összeállt egy védelem, ami helye közel most már NB1-es szintű, mert ennél fontosabb nincs. Én egy irányító középpályást hiányolok, meg kell, hogy mondjam, tehát és egy olyan góllövő csatárt, akire mindig lehet számítani. Mert azért a fiataloknak rutin is kell, nyilvánvaló. Úgyhogy én azt mondom, hogy jó úton megy a Vidi, a kiesés szele nem fenyegeti, ebben bizonyos vagyok egyébként. Reméljük, ez így is marad. Azt, nagyon, azt jól látjátok tényleg, hogy a góllövés az, az egy picit talán egyelőre hiányzik a Vidinél, ami talán pont a rutintalanság és a fiatalok sok játék idején magyarázza ez, de maga a játékképpen a Felcsút ellen is rendben volt. Nem láttam végig a mérkőzést, de rendben volt. Tehát nem az volt, hogy akkor a Puskás legyalulta a Vidit, és gyakorlatilag örülünk, hogy 3-0 lett csak. Hanem a jobb helyzet kihasználással az egy jóval szorosabb mérkőzés is lehet. És szerintem addig jó, míg a játékban van potenciál, és a játék rendben van, mert ha játék van, de gól nincs, gól megjöhet útközben. De ha nincs játék, akkor abból nehezen lehet gól. Sőt, nekem tetszik egyébként, hogy Hollandert idehozták, mert ő azért rakkol is, és azért kellő módon tartanak tőle, és ez azért eddig minden meccsen bizonyított, hogy rá külön kell vigyázni, és azért az sokat segített a középpályán, vagy a felső harmadban. Igen, igen. És egyébként a Hornyák Zsolt is elismerte, hogy a középpályán erősebb volt a Fehérvár FC. Sokkal szervezettebben játszottak, mint a Puskás időnként. Viszont a Puskásnak meg jobb volt a befejezése, tehát gyakorlatilag a 3 nagy helyzetüket azt érvényesítették. Volt még azért 2 nagyobb helyzetük, ott viszont a Fehérvár FC kapusa produkált. De tényleg a Fehérvár FC a középpályát uralta. Egyébként azt azért jól kezelte. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, hogy azért Pető Tamás sok szállal, vagy 1000 szállal kötődik a Vidihez, nem kevésbé a fia, Pető Milán, aki ugye itt nevelkedett a Vidi utánpótlás rendszerében, vagy elsősorban itt nevelkedett, de hogy az én szívembe akkor lopta be magát Pető Tamás, amikor Kazoni után átvette a csapatot, és tette azt a nagy nyilatkozatot az MTK ellen, hogy középszerű játékosokkal is lehet mérkőzést nyerni. Igen. Az egy nagyon nagy kiszólás volt tőle, és ott megmutatta, hogy nagyon tökös, és én ezt nagyjából ugyanezt látom a mérkőzésen. Igen, kivételes személyiség, annyi szent. Úgyhogy nekem nagyon tetszik a valamennyi megnyilatkozása, mert ők még kellően fiatal ahhoz, hogy ezt ki merje mondani. Másrészt pedig az eredményei bizonyítják, hogy ezt nyugodtan meg lehet fogalmazni. Úgyhogy én azt mondom, hogy ez egy nagyon jó út. Benne van a tűz Pető Tamásban, és ez mindenképpen jó egy ilyen fiatal kerethez, mert űzni hagyja őket. A keret is megy előre, a fiatalok nem lazsálnak, nem alibiznek, és ez szerintem, ha még a bennmaradás csücskös is lesz, ez egy nagyon fontos mérföldkő lehet a szezonban, hogy tényleg mennek előre a fiatalok. Hát azért a bennmaradás csak nem lesz csücskös, de egyébként ti mennyire hiányoljátok azt, hogy a tulajdonos nem lépett a nyilvánosság elé, vagy a nyári szünetben, vagy legalábbis nem mondott mondjuk 2 szót, mert egy évvel korábban, hogy ezt megtette, akkor rögzítette a célt, hogy a bennmaradása legfontosabb, de ezt képest a negyedik lett a csapat. Most nem volt semmiféle
megnyilatkozás. Azt hiszem, hogy nem csak a nyilvánosság irányába, lehet, hogy semmilyen más irányba sem. Csak figyeltük, hogy mi történik. Most én azok közé tartozom, akik a tulajdonosokkal nem nagyon foglalkoznak, mégpedig azért, mert ha biztonságban van a klub, akkor igazából nem érdekel, hogy ki a tulajdonos. De azt ugye tudjuk, hogy számtalan hír felröppent Garancs István távozásáról, és nem tudom, hogy mi a sok-sok információ közül a valóságos. Az, hogy nem látjuk őt, nem tudom, hogy ez a klubot miként érinti. Én úgy látom egyébként, hogy a maga klub vezetése az jó kezekben van. Tehát a Garancsi szerepvállalása meg egyértelmű, tehát neki kell lennie, hiszen azt is hallottuk, tehát nyilván ez nem valóságos információ, vagy csak részben igaz, hogy ő mindenképpen szeretett volna visszamenni Pestre, Újpestre konkrétan, hogy hogy és miként alakult és miért, az pedig én nem tudom megítélni. Én egy kicsit azért aggódva figyeltem a nyári eseményeket, mert meg pont, nyilván az egy felől jó, hogy a fiatalokkal egy új csapat épül, és erre talán Pető Tamás, hogy beszéltük is, egy nagyon jó ember rá. Viszont nekem meg kicsit olyan volt ez kívülről, a nyár, mint ha még nem is leépítené a klubot a tulajdonos, de kivenné belőle azt a maradék pénzt, amit még szeretne, mert csak játékost adott el a klub, tehát venni nem nagyon vásárolt senkit, max fiatalokat, de jó néhány játékos kölcsönben is érkezett. Szóval én a hosszú távú koncepciót azon kívül, hogy a fiatalokat bevetjük és épüljenek, ami nagyon pozitív és nagyon előremutató, azon kívül ezt nem látom, hogy hosszú távon mi, és talán pont az eddigi eredmények még nagyobb bravúrát teszik. Tehát az eddigi eredmények még bravúrosabbak, mivel kicsit nem tudom, hogy klubon belül mekkora lehet a bizonytalanság. Pont ezért, mert lehet, hogy klubon belül sem jönnek semmilyen egyértelmű információ a tulajdonosról, vagy tulajdonosváltásról, ha lesz, ha nem lesz. Úgyhogy ez talán még erősebbé teszi ezt a teljesítményt eddig. Igen, nyilván a hallgatás homálya mögött terjengenek a hírek, amíg egyik sem hivatalos hír, de az már a klubon belül is hangot kapott, hogy a Garancsinek ez az utolsó éve itt Székesfehérváron, a Fehérvár FC-nél, és ez én szerintem komoly gondolkodást kell, hogy vessen a városra is, mert nem vagyok benne biztos, hogyha nincsen nagy támogató, akkor a Székesfehérvári önkormányzat elbírja látni még a Fehérvár FC-t is, hiszen nagyon sok sportklubot ellát. Igen, ugyanakkor ugye egy héttel ezelőtt Cserpalkovics András polgármester úr volt itt a stúdiómban, hogyha jól emlékszem, akkor azt mondta, hogy ez a Vidi még mindig sokkal kisebb, hát úgymond investálást igényel a város részéről, mint mondjuk 5 vagy 10 évvel ezelőtt. Tehát e tekintetben azért jó a szaldó. Nem arról van szó, hogy itt a igen, de itt akkor a költségvetés nyilván máshogy kell rajzolni, az egyértelmű, hiszen a város nagyon sok egyesületet támogat. Igen. És nagy, első osztályú egyesületet. Egyre többet. Tehát le kéne már építeni Fehérváron a sportot. És hát az azért ez vicc volt, természetesen ez vicc volt, félrejött és nehézség. Egyébként az is a mostani csapat szerethetősége mellett szól talán, hogy az NB egyik legfiatalabb átlag életkorú együttese lett a Fehérvár SC. Ehhez képest, ha jól számolom, akkor mindössze 2 alkalommal szenvedett vereséget a Vidia bajnokságban, legutóbb ugye Felcsúton, ami talán nem bűn kimondani, ha azt mondjuk, hogy azért ez egy vállalható vereség Felcsúton. Szóval hát kíváncsian várjuk ezt a szezont, meg hát azt is, hogy ma jövő nyáron mi történik, de nem menjünk ennyire előre. Nem sokára átcsúszunk a hokira, de ha megengeditek, maradjunk még egy picit a futballnál. Ez a most következő téma sajnos nem ugye Vidit, hanem egyáltalán semmelyik magyar csapatot nem érinti, talán a Ferencváros, de őket sem annyira, mert hogy Rodri, a Manchester City labdarúgója felvetette annak lehetőségét, hogy lehet most már sztrájkolni kellene egyet, mert ezt a meccs dömpinget, ezt a meccs mennyiséget, ezt már nem bírják.
És valóban, hogyha azért megnézzük, hogy egy nemzetközi szintű topligában játszó labdarúgó hány mérkőzést játszik, nem? A klubjában és a válogatatban összevéve, hát ez valami elementáris szám, ehhez robotnak kell lenni, hogy ezt kibírja az ember, nem csak fizikálisan, hanem mentálisan is. Ti erről mit gondoltok? Óriási túlkínálat van futballból, televízióban, mindenhol ömlik, ami valahol jó, de én szerintem valahol ez nagyon rossz is. Nekem már önmagában az új BL lebonyolítás sem tetszik, meg kell, hogy mondjam. Tehát nekem sem vagyok vele kibékülve. Ez vicc, mert bizonyos vagyok benne, hogy nagyon sok pénzt hoz. Bár ugye a tegnapi hírek szerint jelen pillanatban világcsatorna nem jelentkezett a közvetítésre, erre az új rendszerre, úgyhogy alaposan bajban van Infantino és a többi, és mindazok a gazdasági szakemberek, akik ezt javasolták, mondom én. Nyilván megoldják, nincs kétségem felőle, ugyanakkor maradjunk annyiban, hogy az egyenes kieséses rendszer az egyetlen, illetve csoport és utána egyenes kiesés, amiben én el tudom képzelni, mert egész egyszerűen az emberfiának, maradjunk annyiban, nincs annyi ideje, hogy a külha sportkedvelő, hogy az összes mérkőzést lássa, amire kíváncsi. És azt is tudomásul kell vennünk, hogy nem csak futball van a világban. Tehát ez így valóban vicc, hogy megnézitek a sportcsatornák kínálatát, most már van belőle 7, 8 vagy 9 talán. Ha beülsz reggel, akkor estig semmi más nem nézhetnél, mint futball, vagy akár bármilyen mérkőzéseket. Úgyhogy nem tudom, miért van erre szükség. Feneketlen pénzes zsáknak gondolják magát ezt a sportágat, ami nem jó. Egy kicsikét, hogy a sportolók szemszögéből is megnézzük, én most, amit a Krisztán felvetett, az alapján a Tiber Lacát idézném, akivel egy-két hete beszélgettünk, mert egyébként le lehet velük ülni, beszélgetni, ők még a régi nagyok. És a Lacával beszélgettünk arról, és ő mondta, hogy gigapénzekért droidokat gyártanak. Tehát a játékosok maguk is már annyira tele van, nem a pénz, nem csak a pénzzel, hanem a játékkal, illetve a küzdéssel, hogy lassan ki lehet mondani, tényleg droidok. 0-24-ben edzenek, fölkészülnek, játszanak, stb. A mérkőzésre viszik el a gyerekeiket egyik, másik azért legalább ott lássa, mikor lejön a pályáról, mert mikor fölmegy a pályára. Sajnos ez tény, ez valóság. Igen, csak ugyanakkor, meg hogyha a másik részét veszed a dolognak, hogy én szurkoló vagyok, és azt szeretném, hogy kifizetek egy zsákpénzt egy szezonbérletért, vagy egy BL jegyért, akkor lássam őt játszani. Hát azért milliárd fontokért, vagy milliárd eurókért, ami az ő számláján jelenik meg, talán elvárható ez az igény. Nem? Ezért is mondta Laca a gigapénzeket, tehát hogy közben vannak. Hát, ez mindkét oldalról necces, mert tényleg a játékosok olyan szinten ki vannak szipolyázva, hogy gyakorlatilag a sérülés veszély, most pont testégen például talán az egyik legjobb, sima földre érkezésnél elszakadt a térdében, szóval keresztszallag, vagy valamilyen szallag, és egy egész szezont ki kell hagynia. Olyan szinten ki vannak facsarva a játékosok, fizikálisan, a mentális részéről nem is beszélve, hogy ez rengeteg. Tehát most az Európa-bajnokság után nagyjából 2 hét pihenőjük volt, 3 maximum. Az olyan játékosoknak, akik tényleg mondjuk az egyenes kieséses szakaszból ott voltak. És még mondjuk nem kezdődött el a bajnokság, mert azért augusztus elején, közepén már majdnem a legtöbb bajnokság elindult Európában is. És szerintem ez hosszú távon tényleg, tehát hiába sok pénzt jelent mindenkinek, meg drága jegy, előbb-utóbb nem fogja megérni a játékosoknak, mert a saját egészségét kockáztatja. Nyilván a másik részéről a néző azért fizet ki 1000 eurót, 2000 eurót egy BL meccs jó jegyért, hogy láthassa kedvenceit, láthassa a világsztárokat, csak közben a másik oldalon meg olyan szinten ki vannak zsákmányolva valamilyen szinten a játékosok. Tehát sokra megy az Mbappé vagy bármelyik a zsákpénzzel otthon, hogy a fekszik gipszbe. Igen, mondjuk én nagyon kíváncsi vagyok, hogy hosszú távon a szurkolói, vagy nevezzük úgy fogyasztói szokások, hogy alakulnak majd, mert ha ugye egy BL döntő, vagy egy VB, vagy egy EB döntő eszmei értékét önmagában az is növeli, hogy ez nincs minden nap. BL döntő évente egyszer van, EB vagy VB döntő meg 4 évente.
Tehát az, hogy te minden nap rangadókat látsz, ebbe szerintem előbb-utóbb elfáradsz. Igen. És elveszti az egész a varázsát, elveszti az igazi eszmeértékét, legalábbis ez az én meglátásom. Lassan már tényleg követhetetlen ez a sok-sok rangadó. Ebből a szempontból mennyivel tisztább lenne az egyenes kiesés? Igen. Döntsön egy meccs, vagy kettő, bár abból az első úgyis unalmas lesz, mint régen a BEC, vagy a KEC, vagy az UEFA kupa. Zsombi, te akkor már követted, mikor akkor ezek a klasszikus volt? Hát pedig azért az jó volt. Lásd, Vidi. Így van. Hát ha most azt nézzük, hogy mert jó néhány barátom az NBA-re hivatkozik, hogy ott van 82 meccs az alapszakaszban, és tulajdonképpen 100 meccsnél többet kell játszani ahhoz, hogy eljuss a felemelhesd. Hát csak az teljesen más, maradjunk ennyiben. Hát meg sokkal több pihenőjük is meg van. Sokkal több pihenőjük van. Szerintem, most nem vagyok benne biztos, de május végén vagy június elején befejezik legkésőbb, és még most sem kezdődött el szerintem az NBA szezonja. És nincs befejezés. Tehát pontosan erről beszélek, hiszen a válogatott és a kupamérkőzések elviszik az összes időt, és ne feledjük, hogy azért kell felkészülési időszak is. És ebből nincsen. Hát ha meccsdömping, akkor megérkeztünk a jégkorunkhoz. Az Ice Age-elhez, amely ugye az osztrák bázisú jégkorong bajnoksághoz, amely elindult múlt pénteken, néhány nap alatt követően, hogy a Hidrofehérvár AV 19 a Ferencváros ellen behúzta a magyar szuperkupát. Romi, milyennek látod, vagy láttad a csapatot? Egyrészt a szuperkupa döntőn itthon az Alba Arénában, aztán hogy élted meg ezt a két idegenbeli meccset? Ugye Pusztertálban nyert a csapat, egy nagyon parázs meccsen, és aztán 24 órával később Vorarlbergtől kikapott, az egy idegenbeli túra volt az elmúlt hétvégén. Ugye a szuperkupán kicsit az látszódott, hogy előtte pár napon játszott a csapat BL mérkőzést, talán kicsit lassabban mentek a lábak még az elején. Ott uralta a meccset a Fehérvár, csak az volt a baj, hogy a gólszerzés volt talán egy kicsit gyengébb, tehát a helyzet kihasználás azért nem volt még az igaz, de ezt mondták sem játékosok, ugye hogy a CHL a Bajnokok Ligája után az volt a fura, hogy többet volt ugye a PAK a csapatnál, több helyzetük volt, nyilván ilyen szempontból újra rá kell érezni a helyzetek kihasználására. Aztán ugye jött a Pusztertál elleni mérkőzés, ami egy nagyon jó, tehát rögtön az első perc egy eszméletlenül tempójú találkozó volt, tehát rohangáltak össze-vissza a játék, sok már össze-vissza idézőjelben, de nagyon nagy volt a sebesség a játéknak. És ott viszont az emberelőnyös egységek nyerték meg igazából a Volánnak a meccset, illetve a kapus, újfinn kapusunk, a Rajola kicsit... hogy is fogalmazok, jó mutatványa, hogy a Petánt, ugye róla, Alex Petánt, kiállították, végleges kiállítást. A vállába fejjel gyakorlatilag a Petánnak. Igen, tehát hogy ott azért azt jól előadta a bíróknak, de nyilván kiállítást ért, az 5 plusz végleges, az már nem feltétlenül, de köszönjük szépen, végre egyszer nekünk fújtak a bírók, ez is fura volt megélni. Viccet félretél, ugye Vorarlbergben, meg talán megint kijött az, hogy azért a Fehérvárban már volt több tétmérkőzés a szezonban, ugye a Vorarlbergnek az volt az első mérkőzés az egész idényben a Volán ellen, és nyilván hazai égen pörögtek, a Volán meg talán nem volt eléggé friss ahhoz, hogy ezt a tempót most fölvegye, de így is azért sikerült kétszer vagy háromszor egyenlíteni, végül pont nem járt érte, de azt mondom, hogy azért eddig a mutatott játék biztató, de azt viszont látni kell, hogy ez valószínűleg nagyon-nagyon szoros bajnokság lesz. De előfordult, hogy az első 6-8 csapatot ilyen 6-8 pont fogja csak elválasztani mondjuk az alapszakasz végén. És azért úgy, hogy tavaly azt nézzük, a Klagenfurt és a Fehérvár azért viszonylag simán behúzta az alapszakasz első két helyezését. Ehhez viszonyítva szerintem egy nagyon-nagyon kiélezett csata várható. Nagyon sokat erősödtek a riválisok. Pont Szélig Viktorral beszéltem a Superkupa mérkőzés után, és ő mondta, hogy nincs olyan riválisa az Ice Age-ben a Volánnak, amelyik gyengült volna. Mindegyik erősödött. Ljubljanába új főtámogató érkezett, jó nagy zsák pénzzel, mindegyik osztrák csapatnál. Tehát a Grác is ugye évek óta vergődik, most ott is érkeztek befektetők, új vezetés, és ott is erősen bevásároltak a nyáron, szóval fel kell kötni azt a bizonyos nadrágot, de nem féltem Kis Dávid együttesét, mert Volán is erősödött, elég csak talán Sebők Balázs érkezését megemlíteni, de nagy csata lesz az első hatba kerülésére, az biztos. Én nagyon örülök, hogy megmaradt a mag.
Tehát a védelemben szerintem a Széring remekül dolgozik. Kis Dávidnak meg külön szurkolok, mert ugye nagyon is jól tudjuk, hogy egyedülálló, hogy magyar edzőként ezt végig tudja vinni. És hát mondom a magyar mag, tehát az Erdély Csanádék, Háriékkal és a védelemben Stipsicék szerintem egy fantasztikus munkát végeznek, és ami nekem külön öröm, hogy mindig sikerül olyan légiósokat találni, nem tudom, hogy egyetértesz-e velem, akik illeszkednek ahhoz a játékstílushoz, amit a Volánt jellemzi. Igen, főleg most a Gans nevezhető védő, ugye, aki NHL rutinnal is rendelkezik, ő ugye már 34 éves, és ez az első európai szezonja, tehát az elképesztőbb a sztoriba, de minden mozzanatán látszódik az a 500 vagy 800 AHL mérkőzése háta mögött. Ő például szerintem egy nagyon nagy fogás volt, de egyelőre mindegyik légiós, nyilván néhány mérkőzés telt csak el, de mindegyik légiós azért hozza az elvárt szintet szerintem. És a csarnok? Beszéljünk már a csarnokról egy kicsit, mert méltatlanul kevés szó esik róla. Hát, ugye nagyon sok kommentet olvastam, ugye akár a Bajnokok Ligája mérkőzések kapcsán is, hogy hát félház volt nagyjából, vagy egy bő félház, hogy hát hogy ez hogy nézett ki. Azért azt látni kell, hogy nagyjából 2500-3000 néző volt eddig az összes Alva Arénás találkozón. De az teltházat jelentett. Az Ocskai csarnokban teltháznál többet is jelentett volna. Tehát, hogy nyilván pont a klubvezetés is elmondta a szezon előtt, hogy az alapszakasz végére, vagy a rájátszásra szeretnék azt elérni, hogy egy ilyen jó 4000-es átlag nézőszám, ami már hatalmas siker lenne. Nyilván valószínűleg lesz olyan az alapszakaszban, amikor lehet, hogy még 2000-ese lesznek az Alba Arénában, de ilyen volt az Ocskai csarnokban is, egy kedszerda csütörtök esti mérkőzésen. Nyilván be kell lakni a szurkolóknak is, meg kell szokni a sajtó részéről. Én nagyon kényelmesen érzem magam, mert tényleg sokkal jobb a sajtóhely, mint a régi csarnokban. Jobb, mint például a Salzburgban, ahol háttal ülhet. Akkor igen, ahol kaptunk egy asztalt háttal igen, a pályának. Úgyhogy ebből a szempontból is nyilván 21. század érződik, jobb a jég, mint az Ocskai csarnokban, jobban az öltöző, tehát szép lassan ez össze fog állni, kell idő, szerintem a csapatnak is, a szurkolóknak is, de amikor mondjuk ez a 2500-3000 ember is elkezdte a hajrávonát, azért jól hangzott. Tehát szerintem ezzel a részével nem lesz gond. De hogy állsz a jégkoronggal? Hát én nekem idegesítően gyorsan mozognak a pályán, és én valamikor operatőrként, ugye még a kis csicsóék idejében ott voltam, és csak ijedeztem, hogy merre van az a korong, amit ütögetnek, és megmondom őszintén, én ott valahol le is ragadtam, tehát ezelőtt a 20 évvel ezelőtti jégkorongon, azóta én mindent a Zsombortól tudok, mindent a Zsombortól hallok, és ő szokta nagy élvezettel elmondani, hogy is volt a meccs, mi is történt. Van olyan, hogy néha rákapcsolok erre a streamre, ahol adják az osztrák bajnokságot, nézegetem, aztán utána máshova nézek. Én kevésbé értem a jégkorongot, úgyhogy ennek megfelelően is kezelem. De milyen jó, hogy picit felidézted a régi időket, hogy kicsit keretezzük ezt a mai beszélgetést megint a nosztalgiázással, mert itt van egy fantasztikus csapat, a Hidrofehérvár AV19, ennek a nem kevésbé remek csapata a FEHA 19, amely egy összefüggő rendszert képez, nem csak a fehérvári jégkorongban, hanem a magyar egyetemes hokiban is. Ehhez most már társult egy remek csarnok, az Alba Aréna, és mindebből semmi se lenne, ha a nagy elődök nem kövezik, vagy nem fagyasztják szépen az utat, hogy jól csúszunk. Jó, hát talán az emberek zöme el sem hiszi, hogy mi az első hoki meccsen Díszpetivel mentünk, és így támaszkodtunk a palánkra. Mellettünk pedig ott volt fából épített ösvény, ami természetesen szőnyeg volt, és jöttek ki a faházból a Volán játékosok élükön öreg csicsóval, hiszen abban az esztendőben ő még játszott, meg a többiekkel, akik közül nem ismertünk nyilván senkit, csak akit az akkori népsportban vagy népsportból olvashattunk. Hát ehhez képest nyilván, hogy azért megváltozott a világ, de én azt mondom, hogy a hoki egy zseniális sportág mindenképpen. Nem csak azért, mert fantasztikus erőlétet, technikai készséget, agyban dől el ott is minden, gyorsaság, erőt. Én azt mondom, hogy nagyon büszkék lehetünk a Volánra.
Így van, test, hívjuk amit, amit Lajos mond, ugye test és pak közelbe lehetett nézni a mérkőzést, mert bizony volt, hogy egy-két ember lefejelte a pakkot, mert hát olyan volt a pálya adottsága. Igen. Ja. Hát, mit nem adnék, hogyha legalább egy pillanatra visszacsúszhatnék abba az időbe. Zsombor, hogyha egyetlen egy mérkőzést választhatnál Fehérvár sport történetéből, vagy Fehérvár sport pillanataiból, akkor melyik az az egy, amiben ott lennél? Jönne a jó tündér, és összene bármit választhatsz sporteseményt Fehérvárral kapcsolatosan, de csak egyet. Egyértelműen Vidi valamelyik UEFA kupa hazai mérkőzésére. Tehát az biztos, hogy oda mennék. Ott már bármelyik lehet, ott bármelyik jöhet, de biztos, hogy azt választanám. Én azért Vörös Zsuzsa olimpiai bajnoki győzelmét is megnézném élőbe. Hát de nem itt, ja, élőben. Hát élőben. Jó tünnel visszahelyez térben és időben. Érdekes egyébként, én mint operatőr mennék vissza, egy vesztes mérkőzésre, a Hibernian elleni 1-0-ra, ahol győztek a skótok, a Vidi ellen, a Videóton ellen. Azért mennék oda-vissza, mert az viszont televízió történeti esemény is volt, hiszen az angolok, a britek már halál komolyan vették a szerzői jogokat. 8 kamerával közvetítették a mérkőzést, én pedig beálltam oda a pálya szélére, és az M3-assal elkezdtem venni. Amikor síkoltva oda jöttek, hogy de hát ezt nem lehet csinálni, hát itt szerzői jogok vannak, hát mondom, mindegy, nekem ez a házi feladatom Fehérvárról, hogy a meccset vigyem el. És akkor kértek, hogy menjek és beszéljem meg a képkeverőkkel, hogy valami történjen, mert én nem állhatok ott a pálya szélén. Oda mentem a magnót, amivel vettem volna, oda tettem a képkeverőnek, és mondtam, hogy kérem szépen a ti képeteket, vegyétek föl rá. Úgyhogy én néztem végig a mérkőzést, ők pedig rákötötték a képet, meg a hangot, csak atmoszférát, úgyhogy a Sipos Jóska utólag alákonferálta, és olyan volt, mintha mi vettük volna fel 8 kamerával. Szegény skótok véletlenül azt a képet adták, ami nem volt ott a felirat, hogy ki a tulajdonos. Aha. Tehát egy tiszta masterképet kaptunk, teljesen tiszta masterképet, és nagy arccal hazajöttünk, és itthon leadtuk ezt a teljes mérkőzést. Hát, csodék. Reméljük, hogy a Fehérvár TV születésnapja alkalmával skót jogtulajdonos nem jelentkezik. Nem jelentkezik. Igen. Egy jó kis perrel. Hát igen, a magyar fifika, a magyar televíziós újságírói mondjuk fifika. Igen. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, köszönöm szépen a beszélgetést, további kellemes és szép napot nektek, mert hogy Lajos és NZP, hát a Fehérvár Televízió oszlopos tagjaiként ünnepeltek, hiszen ma van a Fehérvár, vagy ma ünnepli a Fehérvár Televízió születésnapját. Zsombor, neked is, mint nemzeti sportos munkatárs, neked is köszönöm, hogy itt voltál. Gyertek legközelebb is. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm. Önöknek pedig köszönjük megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk jövő héten, akkor ebben a székben már az állandó csapatkapitány Somos Zoltán fog ülni. Tartsanak akkor is velünk, viszontlátásra. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.